A mai délután a tavaszvárás, a farsangi mulatság. A mai délután a tavaszvárással, ugye a farsangi mulatságunkat rendezzük meg itt a zöldfaúti telephelyünkön. Ugye már a busójárást követően, ugye, hogy elűztük a telet, minden évben megrendezésre kerül az intézményünkbe a farsangi mulatság. Nagy-nagy várakozással öltöznek be lakóink, illetve dolgozóink is, így közösen készülődnek a jelmezesek is a felvonuláshoz. Együtt is segítkezni szoktak, segítenek megvarni, díszítgetni a jelmezeket. Mindig van műsor is, ahol dolgozók és ellátottak fellépnek szavalattal és tánccal. Egy kis műsor ízelítővel kezdődik ugye a farsangi mulatságunk, a kis farsangi szokásokról, hiedelmekről, mi is a farsang, majd a jelmezesek felvonulása következik, zárásképpen pedig kis zene, táncolás és a jelképe ugye a fánk, a farsangnak egy kis nasolás is belefér. A tavasz tündértől a bohócig sok-sok jelmez várja már, hogy kezdődhessen a vigasság, mely jó alkalom arra, hogy kicsit előtte is összeülnek, beszélgetnek a foglalkozásokon. Így van, előtte is már ugye nagy farsangi készülődések zajlanak, az előtte lévő hetekben, meg már az egész hónapban. Rajzok is készültek, ami a fali újságon kihelyezésre került, így van. Molnár Pál, a körzet önkormányzati képviselője, a csodaszép jelmezeket látva úgy vélte, minden tisztelet az időseké, akik beöltöznek még ilyen korban is farsangkor. Én 2000 óta, mióta képviselő vagyok, a 2000-es évet követően minden évben eljöttem ezekre a rendezvényekre, és minden évben meg volt rendezve, és elmondhatom, hogy ezekben az években hasonló, ötletes és jó jelmezeket láthatunk, amely természetesen nem csak az itt lakóknak, hanem az itt dolgozóknak a kezemunkáját is dicséri. Vannak, akik minden alkalommal egy kis táncra is perdülnek, verselnek, énekelnek meglepetésként. Látszik, hogy az idős emberekben, az itt lakókban is van egy önkifejezési vágy, van, aki csak egy jelmezzel próbálja ezt kifejezni, van, aki egy kis műsort is készít ehhez. Fogalmazott a képviselő, aki zsűritagként értékelésében is mindenkinek gratulált az ötletes jelmezekhez.